A határozat. Dokumentumfilm fekete-fehér 1972 100 perces. A felcsúti termelő szövetkezet elnökének lemondatása körüli izgalmas viták fontos társadalmi kérdéseket érintenek, és tanulságul szolgálnak arra, hogy még sokat kell tenni a közéleti demokrácia, az egyszemélyi vezetés felelőssége és a nyereséges gazdálkodás lényeges szempontjainak összehangolása érdekében. A film 1972-ben készült, 1983-ban mutatták be. Magyar Nemzeti Filmarchívum. A film az demokrácia kérdéseivel foglalkozik, egy olyan esetet vizsgálva, amikor a tagság véleménye ellenszegül az elnök leváltására hozott határozatnak. A határozat végrehajtására irányuló kísérlet esemény sorában az érintettek viselkedésében egy rendkívül kiélezett helyzetben kerülünk szembe a demokrácia kérdéseivel. Balázs Béla Stúdió katalógus 1961-91. Alkotók. Rendező, Gazdag Gyula, emberjogi operatőr, Jönkura Péter forgatókönyvíró, vágó, Gazdag Gyula gyártásvezető, Dimény Tibor hangmérnök, Sipos István gyártó, Balázs Béla stúdió. Néhány kommentár a filmhez. Első jó volt, csak az agyam elzsibbadt ettől a sok bürokratikus marhaságtól. Második a legjobb a népszavazás volt, mikor vagy 20x-el kellett magyarázni, mit jelent a szavaztuk. És utána szinte egy trollface tél láttam a bizottság egyik tagjának arcán, mert érvényteleníteni akarta a szavazatokat. D. Harmadik nagyon megértettem, hogy miért tiltották be. Csak azt nem, hogy gazdagék, hogy jutottak ilyen közel a színfalak mögé. Negyedik letaglózóan zseniális. Feltűnően jól meghúzott íve van, ahogy a szűk pártvezetői megbeszéléstől eljutunk a közgyűlésig és vissza, közben finoman adagolja az információkat. És rendkívül érzékeny, leleplező a kamera, ahogy leköveti az érzelmeket, szándékokat, a csoportdinamikát. Ötödik a lényeg 43 óra 5 perctől van, a tanácselnök kritikájában. Azt is meg szeretném jegyezni, hogy a mechanizmusban van egy ilyen politikai nézőpont a gazdasági vezetés részéről, hogy ugye minden a pénz. Tehát most már ugye pénzt istenesítünk. Azt mondjuk, hogy minden a pénz, és ez egy kicsit úgy nálunk, az embereknél is fölvetődik, hiszen érthető, mert a lét határozza meg a tudatot. Ez az egész film nem felcsútról, meg az anyós lakásáról szól, hanem az 1968-as új gazdasági mechanizmus elleni támadásról 1972-ben. Arról, hogy a CEK-nek megengedték a melléküzemágakat, lásd műanyagüzem emlegetését a TSZ közgyűlésén itt is 1 óra 7 perc 25 másodperctől, ami azt eredményezte, hogy a jövedelmek a parasztság körében elkezdtek differenciálódni. Aki sikeresebb volt, több pénze lett. Ez a veszteséges nagyipari lobbinak és a Biszku vezette keményvonalasoknak szemet szúrt. 1972-ben Brezsnyev fejmosást adott Kádárnak az ilyen kapitalista elhajlásokért. Itthon meg Biszku nyomta lenyes csapatát. Lássuk innen tudástárát az 1968-as gazdasági reform címszónál. A film végén mondják, hogy fegyelmi eljárást kellett volna indítani inkább. El lehet menni a megyei levéltárakba, az MSZMP irataiban meg lehet nézni a fegyelmi iratokat. Nem a felcsúti volt az egyetlen sikeres Neppmann szelnök, akire megadták a kilövési engedélyt. És nem csak az újságok cikkeztek, Hoffi is egy TSZ elnökön viccelődött, aki elkártyázta a TSZ vagyonát, nem kártyázta el, de a hangulatkeltéshez ez is kellett a lakosság körében. A film ezt a politikai fordulatot mutatja, a Biszku vs. Nyers, a Rózan paraszti és vs. pártutasítás meccset. Hatodik fenti ügyetlen film leírás helyett, íme a cenzúra előtti Lovas Lajos Manda főigazgató által betiltott Kornis Mihály szöveg a DVD borítóról. Ember Judit és Gazdag Gyula közösen forgatott remek műve a határozat, 1972, a politikai manipuláció halhatatlan szatírája. Az International Documentary Association minden idők 100 legjobb dokumentumfilmje közé választotta. Születése pillanatában betiltották. 1972-ben készült, 1983-ban mutatták be, aktuálisabbnak, mint valaha. Hogy működik egy diktatúra, miért lehet egyáltalán sikeres? De szükségképpen miért nem lehet tartós ez a siker? A felcsúti termelőszövetkezet elnöke, Ferenc József valakinek a pártban, a kommunistában. Nem tetszik, talán éppen azért, mert jól végzi a dolgát. Eredményei vannak. Estélyi Gyula elvtárs tehát eldönti, hogy tönkreteszi őt. Csak hát az nem megy könnyen, a TSZ elnököt ugyanis szereti a nép. Azért a végén csak sikerül velük kirúgattatni. Néhány érdekes adat, ami elhangzik a filmben, spoilerek. A megvádolt TSZ elnök előtt a felcsúti TSZ az utolsó között volt az országban. 1969 és 1972 között a legjobbak közé került. Ismerőseim emléke szerint egy igazi mintagazdaság volt a későbbiekben is. Amikor Ferenc József átvette a vezetést, 23 millió forintra becsülték a vagyont.
Emlegetnek valami 10 millió forintos hitelt, amit talán 1971-ben vettek fel, ez is az egyik vádpont. Egy idős néni 1964 körülre teszi a TSZ megalapítását, pontosabban azt mondja, 1972-ben, hogy 8 évvel ezelőtt hozták létre. A kezdő órabér talán 22-től 18-tól 17 forint lehetett. A film felvétel idejére a cellnök 10 000 forintot keresett egy hónapban. Gyorsan megkérdeztem nagyszüleimet, viszonyításképpen, nagyanyám 800 forintot vitt haza, és akkor az nagyon jó pénznek számított. A cellnök helyettese, közvetlen utána a randlétrán a vezetők 8-tól 9 000 forintot kerestek. Rádiót 1000 forintért lehetett megvásárolni, legalábbis régen így hallottam, szóval a magas fizetés a második vádpont. A harmadik vádpont a 39 000 forintra felkúszó, eredetileg 24 000 forintról induló, reprezentációs kiadás. Ferenci azzal védekezik, hogy ez mindössze egy ezrelékét teszi ki az éves forgalmuknak. 800 céggel vannak kapcsolatban, arányosnak tartja a magas reprezentációs kiadást, kávé, bor, konyak, amit megemlítenek, hozzáteszem szűkebb pátriánban gyakori volt, hogy birkát vittek a minisztériumba, meg egy kis ezt-azt, amiben erre feljövő vében voltak. Az akkori legendás cellnök, aki a családját egy utcába telepítette, ma is pozitív emlékként él a régiek emlékezetében, és valóban az igazi fénykor volt a szülővárosom életében. Egykor is a főrének egy nagy élménye volt, amikor lekezelhetett Kádár Jánossal. De a legnagyobb vád az volt ellene, hogy a TSZ alkalmazásába felvett egy nagyszorosan büntetett előéletű férfit, bizonyos Fiszert, akinek ügyei országos visszhangot keltettek az írott sajtóban, és foglalkoztak vele a 168 óra című rádió műsorban is. A Ferenczi Józsefet megbuktatni vágyók nyugodtan nevezhetnénk puccsistáknak, azzal próbálták jelentéktelenebbnek feltüntetni a könyvelési adatokat, hogy 70-71-ben általános konjunktúra volt, minden állami gazdaság fejlődést tudott produkálni. 72-ben azonban ipari korlátozást terveztek a kormánynál, ezért eredmény nem lesz, megjegyzendő a dokumentumfilmben lejátszódó események februárban zajlottak le. Miután mindenki elmondta a magáét, Ferenczi egyre levertebbnek tűnt, még az ellenzői egyre magabiztosabbakká váltak, elérkezett a szavazás. A szavazólapon valami ilyesmi volt gépelve, egyetértek Ferenczi József leváltásával. Most jön kavarás, ha érintetlenül leadják a lapot érvényes, ha áthúzzák egy vonallal, akkor nem érvényes. Firkálni, x-elni, karikázni tilos. Vagyis inkább ne csináljanak vele semmit, nagy sok ára érti meg mindenki, hogy az áthúzással az elnököt pártolják. 175-en jogosultak voksolni, ebből 163-an járulnak az urnához. 96-an Ferenczi Józsefet támogatják, áthúzzák a mandatot, 67-en a leváltását akarják, érintetlen szavazatlap. Azonban a szavazás érvénytelen, mert 2/3-os kellett volna, 104, majd később találnak valami törvényt, és az egyszerű többséggel is érvényessé válik a szavazás. Ferenczi József nem sokáig maradt a helyén, szűk egy év múlva 88%-os többséggel leváltották. Fekete Ibolya, filmvilág 2008/12. Erős kezdés volt a határozat. Gazdag Gyulával közösen csinálták, ma is iszonyú ereje van, és mai szemmel is világos, hogy 1972-ben nem lehetett vele egyebet tenni, mint betiltani. Szikár, pontos, kikezdhetetlen a maga nemében teljes és pokoli képe a kádárizmusnak. Akarod tudni, milyen volt valójában? Nézd meg a határozatot. Nem mintha nem lenne tágasabb a kép, lefedi a mindenkori politikai manipuláció természetrajzát. És megérdemelne egy külön tanulmányt a nyitó jelenet mesterségbeli bravúrja, 4 járási vezető, 2 pártbizottsági meg 2 tanácsi egy asztal körül megvitatja, hogy miért és hogyan kell eltávolítani a cellnököt. Első osztályú amerikai politikai krimiket megszégyenítő, pattanásig feszülő dráma, dokumentumfilmben azóta se láttam miért, igaz, ma már nem is lehet mele forgatni, se a galátság, se a tisztesség nem ilyen önfeled már, ha kamera van ottan. Filmvilág 2008/1, 1972-ben Gazdag Gyulával közösen rendezi a határozatot, e máig megkerülhetetlen dokuklasszikust, amiről azt hinnénk, hogy csak itthon vagy a szűkebb régióban érthető igazán, ám erre csattanósan rácáfolt az amerikai filmintézet, amikor beválasztotta minden idők 100 legjobb dokumentumfilmje közé.